A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, egy különleges, nem most született gondolatsorral kezdeném ezt a beszélgetést, mert nemrégiben bukkantam rá. Nyilván nagyon sokan olvasták már, engedjék meg, hogy ezt felolvashassam még a beszélgetés előtt. A Vox Mirabilis Kamara Kórus, tehát erről lesz szó, egy tehetséges, sokak által ismert és elismert közösség olvasom, hiszen már számos helyen bemutathatták a klasszikus magyar egyházi zenét. Számtalan díjjal és Ars Magna nem zenei minősítéssel büszkélkedhetnek, de emellett önkéntes tevékenységük is sokunk számára mintaként szolgálhat. A közösségben és a közösségért léteznek ők, teret engedve a művészeti és lelki élménynek. A határon túli koncertturnéjuk is alátámasztja a fenti állítást, hiszen ezáltal is erősítették a nemzeti összetartozást. Az emberi hang a legszebb hangszer, mondta Kodály Zoltán. A kórus hallatán mi is kizökkenhetünk a mindennapok rohanó világából, és úgy érezhetjük, hogy megnyugvásra lehetünk. Örülök, hogy még 2017-ben megismerhettem Zemléni Katica Karnagyot a Wander Ass budapesti konferenciáján, és köszönöm, hogy hallgattam a kamarakórust a Nők Magyarországért díjátadó gáláján. Különleges élmény volt számomra. Aláírás Novák Katalin köztársasági elnök. Vendégem pedig Zemléni Katica, a Vox Mirabilis Kamara Kórus Karnagya. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Nos, hát én azt gondolom, hogy ez ilyen értelemben bevezetésként fantasztikus, mint ahogy az az út is, amit a Vox Mirabilisszel megtettetek itthon és a határainkon túl egyaránt. Most pedig akkor beszélgessünk egy kicsit még a tavalyi esztendőről, hiszen én azt mondom, hogy minden év nagyon-nagyon fontos számotokra, és számtalan koncertről beszámoltunk, de én azt mondom, hogy tekintve, hogy bejárjátok a Magyarországot, és természetesen külföldön is gyakorta felléptek. Melyek voltak azok, amelyek különleges élményt nyújtottak? Én azt gondolom, hogy ha a Csesztóváról beszélünk, nagyon is jól tudjuk, hogy ugye a lengyel katolikus, sőt a katolikus világ egyik központja. Így van. Rögtön a lényegre tapintottál, mert a tavalyi évnek, és azt hiszem, hogy az elmúlt évtizednek talán ez volt a koronája, hiszen sok-sok kórusversenyt nyertünk már, lettünk első helyezettek, kaptunk aranyminősítést, sőt Ars Magna minősítést is, de Lengyelországban, akiket nagyon szeretünk és sokszor jártunk már ott, Częstochovában egy nemzetközi kórusversenyen Grand Prix díjat nyerni, azt hiszem, hogy ez valahogy beérett a munka, úgy érzem. Beérett ez a sok-sok gyakorlás, ami az elmúlt években volt, és ezt borzasztóan élveztük ott, és az az igazság, hogy három kategóriában három győzelem, az én úgy gondolom, hogy igen, jó dolog. Erről már beszélgettünk hosszabban, de azt még nem kérdeztem meg, hogy a kórustagokat ez miként érintette, hiszen nyilván megerősítés nyújt, de ez több annál, hiszen egy olyan közösségi élményt ad, ami azt hiszem, hogy páratlan. Így van. Ugye a Vox Mirabilis Kamara Kórus nem csak kórus, én mindig hangsúlyozom ezt, és a nevünk a célunk, de az, hogy itt nagyon összetett egy ilyen versenyen való szereplés, az, hogy minden egyes embernek kotta nélkül pontosan kell tudni a műveket, ráadásul új, vadonatúj ősbemutatókkal mentünk oda, és hogy az egyik szólamnak drukkolni kell a másiknak, hogy ő is jól tudja, mert hiába tudja a basszus jól, hogyha a másik kettő vagy három nem annyira. És amikor meg 6-8, meg 9 szólamú művek is elhangzottak, ott bizony egy szólamra egy vagy két ember jutott a férfi karban, és hát ott annyira ezt az erőt éreztem bennük, hogy annyira össze kell tartani a
nőknél, akik pedig hihetetlen nagyot teljesítettek, ott pedig azt éreztem, hogy ők mindig járnak próbára, mindig jönnek, 2-3 gyerek otthon, sok mindent kell csinálniuk még emellett, és mindig ott vannak, és mindig összeénekelnek, és annyira megérdemelték tényleg ezt a kiemelkedő, hogy az a boldogság volt bennünk, nem is az a hatalmas újongó, hogy nem fértünk a bőrünkbe, hanem ez a mély boldogság, nem tudom másképp elmondani, és egyenesen a kápolnába mentünk hálát adni ezért, mert mindenki úgy érezte, hogy ez valami olyan, ami a Jóisten tervébe benne volt, mi pedig elég sokat tettünk érte, hogy ez megtörténjen, és ez a közösség, ez még inkább összetartó lett ezáltal. Igen, a közösség az nagyon fontos, és hiszen ez egy közösségi élmény, kötelezettséget sugároz, és mindent, és mosolyt ad. Tehát ennél fontosabb nincs. Tehát ez ugye az októberben volt, október végén, és már novemberetek is, hiszen az Omega emlékkoncert azt hiszem mindenki számára példa, hogy miként lehet a kortárs ötvözni a klasszikus kórusmuzsikával. És azt hiszem, hogy ez is egy élmény volt. Nekem mindenképpen. Az azért volt különleges élmény, mert teljesen más kellett csinálni, mint ahogy amit eddig csináltunk. Ugye operett, opera, sláger, musical, komoly zene, egyházi zene, minden, de még Omega emlékkoncerten nem énekeltünk, és egy különleges élmény volt olyan zenészekkel együtt muzsikálni, akik rendkívül alázatosak, és minden jó volt nekik úgy, ahogy volt. Semmi alűrje nem volt a Tamásnak, ő csak játszott, beszélt és játszott, és egy hihetetlen magával ragadó élmény volt. Igen, ahogy a többi is. Tehát az, ugye volt kórus találkozó, de azért ne feledjük, hogy utána jöttek a hitbéli rendezvények, hiszen ortodox koncert Budapesten. Én azt gondolom, hogy a Nagy Boldogasszony ortodox székesegyházban fellépni önmagában is egy megerősítést jelent, viszont erre fel is kell készülni. És ahogy említetted, tehát egy olyan csapat, hogy családanyák, családapák együtt, és mégis mindig a maximumot nyújtjátok. Mi minden kell ehhez az elkötelezettségen túl, és nyilván a komoly szakmai munkán túl, amit te irányítasz? Nagyon át kell gondolni, hogy mikor mit próbálunk. Ugyanis nem lehet egy próbán az Omega emlékkoncertre és az ortodox koncertre, sőt még a Krisztus Király ünnepünkre is készülni. Tehát annyira be kell osztani az időt, én nagyon sok időt eltöltök azzal, hogy kottákat keresek, hogy kitaláljam, hogy fogunk próbálni, hogy melyik próbán mit szólaltatunk meg, és mi az, ami meddig megyünk bele a művekbe. Tehát először is egy óriási tervezés kell, hiszen a Csenztohovai kórusverseny, az Omega emlékkoncert, a Krisztus királynapok és az ortodox koncert egy hónapon belül teljesen más, mindegyik más, mindegyiket másképp kell próbálni, másképp kell vezényelni. És viszont ez az ortodox koncert, tehát a felújított székesegyházban Hilarion Metropolita meghívására a világ minden részéről követték, 8500 megtekintés van, de hogy Bakutól Szentpéterváron keresztül mindenhon Azerbajdzsánban hihetetlen az üzenetek száma, amihez a videóhoz érkezett, és ebből látszik, hogy egy ilyen élőközvetítés mennyit számít, hogy milyen nagy dolog. Így van, és akkor utána pedig már itt van számunkra az advent előtti időszak, a karácsonyváró koncertek, az Új Szövetség Maracon, a Halászkastély, az adventi színpad, a karácsonyváró koncertek. Ez mind-mind, én azt gondolom, hogy ahogy már mondtam az imént, megerősítést jelent, hogy mindenütt szívesen hallgatják az emberek, mert ez már mélységet sugall. Igen, igyekeztünk most ezt a karácsony előtti időszakot is. Én nagyon örültem, amikor Szikora János igazgató úrtól megkaptuk ezt a felkérést, hogy az Új Szövetség Maratonon is közreműködjünk és énekeljünk, és tényleg egy ilyen nagyon megható pillanat volt, amikor a függöny mögött bekészülve valaki olvasott, azt hallgattuk, utána szétment a függöny, énekeltünk egy művet, minden pátosz, csak a zeneiséget adtuk, csak a zenét, és
vissza a függöny, levonultunk, aztán még egyszer és még egyszer. Ez nagyon különleges élmény volt, és hát ezek után pedig az adventi koncerteket nagyon szeretjük. Az idén egy kicsit elmélyültebb adventi koncerteket tartottunk, ahol tényleg egy megnyugvás, egy nyugalom, ugyanakkor szép zenék. Azért azt el lehet képzelni, hogy ezek nem mindig könnyű zenék, amiket meg kell tanulni, könnyű kórusművek, de mi magunk is úgy éreztük, hogy szükségünk van egy ilyen nyugalmas, kedves, szép koncertre, és ezek voltak ezek az adventi koncertek. És a Karácsonyi Váró koncert a Jézus Szíve templomban az mindig a csúcspontja, én azt gondolom, a Karácsonyi Várásnak általában, hiszen olyan dalok csendülnek fel, amelyeket még a kórus muzsika barátai sem hallottak egyik oldalról, és egészen különleges műsor volt most is. Így van, ősbemutatók is voltak, és ugye kézzel készítjük az ajándékokat a közönségünknek, mindenki személyesen kap egy kis ajándékot, és hát több mint 200 ajándékunk volt, és gyakorlatilag nem lett elég. Tehát annyira a Jézus Szíve templom egy nagyon csalós templom, tehát mindenki azt gondolja, hogy kicsi, közben pedig a 200 ajándékot úgy osztottuk ki, hogy van, akinek nem jutott, tehát hogy nem is annyira kicsi az a templom, de mi nagyon-nagyon szeretünk ott. Én ezt mindig megtapasztalom. És hát akkor jött a boldog új év. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos minden egyes évkezdet, hogy sikerrel zárul az előző esztendő, nem lehet kétségünk felőle, hogy ez így volt, és a teljes évre mondhatjuk, a teljes 2023-ra, viszont 2024 is. Szerencsére most talán már elkerülnek bennünket a recesszió, a gazdasági válság, az egyéb különböző betegségek. És hát január 29-e. Ez egy egészen kivételes nap lesz, erről már beszéltem Dobszai Péterrel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjével, aki karmesterként is majd vezényi ezt a darabot, Mozart szöktetés a Szerályból. Úgy megmutatni ezt, hogy egy kicsit másként, ha úgy tetszik, remek csapattal, hiszen az énekesek, néztem a névsort, Zemlényi Eszterrel az élen, úgy, azt hiszem, hogy ez egy csoda csapat lesz. Igen, az Eszterhez csak annyit, hogy amikor válogatták a szereplőket, akkor a zenekar vezetősége, pont én is Dobszai Pétertől tudom, hogy amikor mondták, hogy blonde, hát az csak Zemlényi Eszter lehet. És ez, azért ez egy nagyon nagy öröm nekünk is, nekem is, mint édesanyának, de hát szerintem Székesfehérvárnak is ez egy különleges dolog. Szöktetés a Szerályból, amiben van két olyan kórus, ami fergeteges, nagyon gyors, nagyon jól kell artikulálni ahhoz, hogy mondjuk, és egy ilyen viharos gyorsaságú két kórus részlet van benne. És én annyira örülök, amikor tavaly egyeztettünk a kórusvezetőkkel és a zenekar vezetőségével, ugye mindig beosztjuk, hogy ki melyik koncertet vállalja, és én rögtön mondtam, hogy mi szeretnénk ezt a szöktetést megcsinálni, mert én nagyon egyrészt Mozartot nagyon szeretem, másrészt aki ismeri a farsangi operaparádéinkat, az tudja, hogy mi az operákban otthon vagyunk, és nagyon szeretünk operákat énekelni, és hát borzasztó boldog voltam, hiszen régebben operát játszottunk Fehérváron. Akár kinn a téren, akár bent a színházban, sok-sok operát játszottunk, évente csak egyet, de azért abból összejött 5-6, és nagyon-nagyon örültünk neki. Így van, mikor Ruf Tamással és Dobszai Péterrel erről beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy az önmagában a bánkban is megerősítést jelentett, és ezt Eszternek, Zemlényi Eszternek és mindenkinek, Rezsnyákéknak, akik benne voltak, elmondtam, hogy ilyet még nagyon-nagyon ritkán lehet látni mostanság, hogy nyilván nem a teljes műsort, a teljes operát látjuk, tehát betétekkel, de minden megvolt itt is, nem beöltözve értelemszerűen, tehát nem a történetet mesélték el, viszont a dalok megerősítették, hiszen több mint 2000 ember ott volt a teljes végig, és ezen nagyon sok mindenki csodálkozott, hogy Uramisten, megérkezett az opera Fehérvárra. És már ugye akkor felvetődött ez a lehetőség, hogy igen, ezt folytatni kell, és hát a folytatás következik. Mint ahogy a folytatása következik a Farsangi Opera Parádénak is. Ugye ez február 10-én lesz, szokás szerint a Szent István teremben, most mondom már, kedves nézőink, hogy teljes egészében láthatják ezt a műsort, hiszen felvesszük.
No, de hogy lehet erre felkészülni, hiszen az opera egy különleges műfaj, valljuk meg. Az áriák, illetve a közös dalok mindig elvarázsolnak minden nézőt. Egy pillanatra visszatérve még a 2000 emberre a Bánkbánra, azért azt elmondanám, hogy két héttel ezelőtt már a Szöktetés a Szerályra nem lehetett jegyet kapni. Tehát teljesen teltház lesz. Tehát Fehérvár közönségének szüksége van az operára, az opera játszásra, az opera irodalomra, tehát annyira keresik és annyira élvezik ezt. Icipicit egybeesik most, úgy látszik, hogy mindenki egy kicsit Mozartban gondolkodott, mert az Opera Parádénk címe Mozart. Nagyon szeretjük ezt a zenét egyrészt, másrészt pedig arra gondoltam, hogy a tavalyi slágerek után, az előző boros est után és a nemzeti operák után most egy igazi klasszikus, egy Mozart következik. Tehát mélységeket fogtok bemutatni. Igen, mindenképpen, és hát a vendégeink is kiválóak lesznek. Szokás szerint Kéri Tamás zongoraművész lesz, aki kíséri a dalokat. Zemlényi Eszter lesz a vendégünk, Balog Eszter, akivel szintén nagyon régóta együtt dolgozunk, és Neubauer Lóránt bariton, akit szintén nagyon szeretünk, és olyan bársonyos, elvarázsoló hangja van, hogy csak na. Így van, tehát a siker garantált egyértelmű, csak fel kell készülni, a csapat is készül, és a műsor is kezd összeállni. Igen, kezd összeállni, és nagyon-nagyon jó kis kórus darabokat is találtunk, és hát természetesen a szólistákkal is fogunk együtt énekelni, és hát ugye a végén lesz pesgőzés is. Hát az egyértelmű. Nos, hát márciusban vagyunk, már zenés áhítat lesz, nagybőti gondolatokkal és vissza Jézus szívébe, hiszen ez odavaló, ha úgy tetszik. Igen, ahogy a karácsony váró koncertjeinket is advent végére tesszük, a nagybőti koncertünket is húsvét előtt egy héttel, most már évek óta, mert úgy érezzük, hogy ha mi tudunk segíteni felkészülni húsvétra a közönségünknek, azoknak, akik betérnek oda, és nagyon vágynak rá, hogy egy mély koncert legyen, akkor ezt meg kell tennünk. Nagyon várjuk már ezt a koncertet is, és ez is érdekes, hogy a Mozart Opera Parádénak még alig van vége, és ugye olyan korán kezdődik nagybőjt, hogy szinte egy hónap lesz felkészülni erre a koncertre, a márciusi nagybőjti koncertünkre. Úgyhogy ez is egy nagy váltás lesz, hogy a újjongó Mozartból a következő próbán már a mélységes nagybőjti koncertet kell próbálni. Tehát itt is nagyon meg kell gondolnom, hogy mikor mit próbálok, és mikor mit hozok elő. Igen, hát azt hiszem, a mélységekre szükség van, ugye nem az arancs, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát. Ez a titka, ez vonatkozik rátok is minden egyes kórustagra. Egy kicsit beszéljünk, menjünk vissza, menjünk haza, jó? A Zsolt utcába. Igen. Essék szó a közösség és kulturális rendezvényekről, hiszen azt hiszem, hogy kellő népszerűségnek örvendenek, és azt hiszem, az elmúlt esztendőben ezt számtalanszor bizonyítottátok. Megvannak-e a tervek arra, hogy miként folytatódik ez? Igen, megvannak a terveink rá, hál' Istennek, mert mindig jönnek díjazottak, mindig jönnek újabb könyvbemutatók, és mindig már előre szinte, már a következő évadra is tervezünk, és hát hála Láncos Szegfő ösztöndíjnak, hogy ezeket a programokat meg tudjuk valósítani, és nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy a jövőben is így lesz. Februárban lesz egy érdekes programunk, Spányi Antal megyéspüspök atya örömmel jön el hozzánk, és ugye ő is díjazott volt nem régen, és így fog mesélni a díjról, az életéről, ami már Nagybőjtben lesz, tehát a nagybőjti gondolatok is elő fognak kerülni, tehát ezért örülök ennek a dologban, de március 4-ére is ki van már tűzve két könyv bemutató, ami még titok, tehát még azt nem árulom el, de már ennyire tervezünk. Áprilisban lesz egy újabb fotókiállításunk, amit a Közélet és Kulturális Szalon keretében a fotóst megismerve fogunk a nézők elé tárni, és hát májusban mindig szokott lenni egy különleges, érdekes családi program, amit szintén már most tervezés alatt van.
Ezek a bensőséges hangulatú találkozók egyébként rávilágítanak arra, hogy igenis szükség van. Tehát nem kell mindig mindent a belvárosban csinálnunk, a kulturális programokat, mert nyilván a szimfonikus zenekar, az maga a színház, a Alberigia Tánc Együttes, illetve a Balettszínház kötődik a belvároshoz, de nagyon jól van így, hogy ez a kulturális szalon működik, és ráadásul ugye ez helyhez kötött ugyan, de azt gondolom, hogy Székesfehérvár valamennyi szegmensét teljesíti annak, hogy a külön település részeken is a művelődési házak megteljenek, mert ezek mindig megtelnek. Van-e egyéb terved? Vannak terveink, valóban a közélet és kulturális szalont azt folytatjuk az évad végéig, tehát hogy még azt hiszem, hogy 4 program várható, jövőre pedig folytatnánk, és az idén szeretnénk a kórussal, a Szent István Városa Kórus találkozót is újra megrendezni. Ez lesz az 5. alkalom. Ugye ezt 2 évente szoktuk megrendezni, és hát 2 évvel ezelőtt a Covid miatt kimaradt. Viszont az, hogy több kórus együtt énekeljen, ahogy ezt az Albarégia Vegyeskar csinálja novemberben, mi ezt a pünköst köré szoktuk szervezni, úgyhogy most van szervezés alatt, és nagyon szeretnénk, hogyha itt megint együtt lehetne énekelni Kodály nagyművét az ének Szent István királyhoz, amikor a 120 ember énekli együtt, akkor az elég monumentális, és nagyon jól meg szokott szólalni, úgyhogy ilyen terveink vannak még, és hát nyilván a nyáron is fogunk még az Albarigia Szimfonikus Zenekarral énekelni a Harmonia Albensisben. Nos, hát én ehhez kívánok erőt, egészséget. Azt gondolom, elkötelezettség az megvan, mert azért azt hadd mondjam el, hogy független attól, hogy mennyi kórus van, a Vox Mirabilis fellépése mindig novum számunkra, és megerősítést nyújt minden egyes kórus muzsika barátnak. Katica, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésekben Zemlényi Katica, Vox Mirabilis kórus karnagya volt a vendünk. Beszélgettünk egy kicsit a múltról, a jelenről, és hát természetesen a jövőről is. Fantasztikus programok várnak önökre, ránk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérjük, ne feledjék, hiszen mindig beszámolunk majd előre arról, hogy mi vár ránk. Köszönöm, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.